Szeptember 15-éig várják a helyi adók befizetését országszerte, így a Vármegye Székhely ügyfélcentrumának adóügyintéző ablakainál is. Nyíregyházán három helyi adótípust, adófajtát vezetett be a közgyűlés. Ezek pontosan az építményadó, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó. És természetesen vannak olyan díjak, amit még esetleg fizethetnek, de ezek nem számottevőek, ilyen például a talajterhelési díj. Amennyiben az ügyfél az adónemek befizetésével kapcsolatban kérelmet szeretne benyújtani, ezt ugyancsak szeptember 15-éig teheti meg. Kása Brigitta aljegyző felhívta a figyelmet az adóhatóság a határidő előtt minden érintett számára kiküldte a folyószámlaértesítőt, amelyből megtudhatja, mekkora összeget kell az adott adónemben befizetni. Annak érdekében, hogy elősegítsük az önkéntes adóbefizetést és az önkéntes teljesítést, minden évben az adóhatóság két alkalommal küld egy értesítőt, egy folyószámla értesítőt az adózóknak. Ez tartalmazza nem csak az éppen esedékes fizetendő helyi adókat, hanem az esetlegesen azóta felmerült adótartozásokat, illetve a felszámított késedelmi pótlékot, mulasztási bírságot is. Ezek az értesítők már kiküldésre kerültek itt Nyíregyházán az elmúlt hetekben. Az adózók ezeket már kézbe vehették, láthatják, és emellett természetesen értesülhetnek elektronikusan is arról, hogy milyen összegű adót várunk most tőlük. Hozzátette, az elektronikus önkormányzati portálon az adófolyó számla minden ügyfélkapuval vagy cégkapuval rendelkező adózó számára elérhető és lekérdezhető. Azok az ügyfelek, akik a postai út helyett online szeretnék rendezni a tartozásaikat, az elektronikus önkormányzati portálon bankkártyás befizetési lehetőséggel is teljesíthetik ezt szeptember 15-éig, vagyis péntekig.